Az elmúlt hétvégén 4 vadkacsa tetemet találtak a bújtosi tó környékén a Nyír VV munkatársai. Azonban a szakértők szerint az elhullott madarak száma folyamatosan nő. Az állatok elpusztulása nem csak a természetes kiválasztódás, hanem az emberi gondatlanság eredménye is. Sajnos csökken a madaraknak a száma. Nem csak azért, mert ugye ilyenkor már júliusban sok madár megkezdi a vonulást, vagy legalábbis elhúzódik délebre, vagy északabbra, hanem azért is csökken elsősorban a vadkacsáknak a száma, mert eteszik a madarakat, jó szándékú emberek egyébként, csak nem tudják azt, hogy ezzel a madarakat rövid, illetve hát hosszú távon is halálra ítélik. Most az utóbbi 3 napban 9 vadkacsa tetelmet lehetett találni közvetlenül a játszótér melletti tóparton, vagy a tóparti nádasba. A természetfotós elmondta, a vízimadarakkal, azok ürülékével és tollával való érintkezést mindenképpen kerülni kell, mivel a madarak által terjesztett betegségek az emberre is veszélyesek lehetnek. Hozzátette, a vadkacsák etetését pedig azért kell kerülni, mert ez megzavarhatja a madarak természetes táplálkozási szokásait. Ilyenkor megszokja a madár azt, hogy etetik, és ezt ősszel is meg télen is várják. Akkor, amikor egyébként sokszor befagy a tó, és már olyat is fotóztam, hogy befagyott a tóba, és éhen pusztult a kacsa, mert nem ment el. Egyszerűen nem is öröklődik bennük már a vonulási ösztön, hiszen generációra ugye etetik. Tehát nem is kell nekik igazán a természetes életmódhoz alkalmazkodni. Emellett az emberi táplálék adalékanyagai olyan betegségeket alakíthatnak ki a vadkacsákban, mint az úgynevezett angyalszárny, amely akár teljesen repülésképtelenné teheti ezeket az állatokat. A bújtosító partján éppen ezért hamarosan a madarak etetését tiltó táblákat helyeznek majd el.